Hogyha föltennék a kérdés, hogy lerombolná ez a berkit utólag? Lehet, lehet lerombolni őt? Mint ahogy most erőszakkal próbálják még jobbra építeni, meg mindenki érzi, hogy itt valami nem stimmel, sokkal jobbra se lehet építeni, sokkal jobbra. inkább javára válna az, hogyha azt mondanák, hogy a, 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 az ő esetéből tanuljon egy egész nemzedék. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája. Fiúknak, férfiaknak indítottam, de nagyon örülök a női látogatóknak is, mert ezek a területek összetartoznak, a férfi terület, női terület is. A mai téma talán rendhagyó és egy kicsit melve is meg mindenkit. Nagyjából a címe úgy hangozhatna, majd nem tudom milyen címet adunk neki, mint videó cím, de a lényege az az, hogy akár tanulhattunk volna is valamit, Akár hasznunkra is fordíthattuk volna Berki Krisztián halálát. Ez egy nagyon-nagyon melbevágó, fura uh, téma, de azt hiszem, hogy nem vagyok vádolható azzal, hogy minden trendet megülök. Én általában semmilyen aktuális trendre nem ülök föl, semmilyen aktuális trendet nem uh, lovagolok meg, nem szólalok meg ebben az ügyben, de most már elég régóta történt ez, és figyelem, hogy mi történik körülöttünk, és fáj nekem egy picit, ami történik. Leginkább azért, mert nagyon szeretem azt a rengeteg embert, akiket körülöttünk van is, aki a magyar társadalom, aki, aki mi vagyunk. És Berki Krisztián halála egy nagy tragédia. És az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a -e, tudunk-e utólag értelmet adni egy olyan tragédiának, amin nem tudunk már változtatni. Nagy tragédiához ugye a családjának, külön a gyermekeinek. Azon túlmenően is érintve vagyok személyesen, is, mert én ismertem őt, és sovány vigasz az, hogy magánemberként nagyon más volt, ezt ugye sokan elmondták már róla, és ez igaz is. Azért érdemes vele foglalkozni, mert példakép volt. Nagyon-nagyon sok ember akart olyan lenni, mint ő. Sok gyerek akart olyan lenni, mint ő. És az utólagos kommunikáció haláláról nem segít bennünket abban, hogy tanuljunk belőle valamit. Mivel rengeteg ember vágya az volt, hogy olyan lehessen, mint ő, ezért a halála hirtelen sokként ért bennünket. Gondoljunk bele, hogy minden haláleset szíven üt egy közösséget, bármilyen közösséget, amiben létezik, bárki meghal egy közösség valamilyen tagjaként, a szíven üti. Tehát így ütött szíven bennünket a bergi Krisztián halála. De jó esetben minden haláleset elszámolásra kellene, hogy késztessen bennünket. Jó esetben kicsit mérlegre kéne tennünk, hogy vajon mi történt, vajon, vajon ki volt ő. És Végső soron a, a, a halálakor dől el, abban a rövid időben, ami utána következik, az dől el, hogy mi a hagyatéka, mi marad utána, és itt nem anyagiakra gondolunk, hanem pont arra, ami egy közösség számára fontos, mindenki, bárki meghal, gondoljunk a mi halottainkra, az a hagyatéka, amire tanít bennünket az élete. Mire tanít bennünket az élete? És innentől kezdve egyáltalán nem az a lényeg, hogy őt szép, fantasztikus, jóságos emberként emlékezzünk rá, és az emlékét kifaragjuk valami olyanra, amilyen vagy volt, vagy nem, hanem tényleg az, hogy mire tanít minket az élete. Szerintem jó lenne tehát, hogyha minden közösség javára fordítaná azokat a tragédiákat, ami a közösségen belül történik. Fura ez, de csak érdemes róla beszélni szerintem. És Főleg azért, mert változtatni már nem lehet egy tragédián, de meg kell tanulni belőle mindent, amit lehet. És a prevenciós hatását, tehát hogy meg kell, szembesülni kell azzal az igazsággal, amit például a Berke Krisztián élete jelentett azért, hogy el tudjuk választani, hogy mi volt, ami követhető belőle, és mi volt az, ami nem követhető belőle. Mi volt, ami példaképszerű, mi volt, ami egyáltalán nem példaképszerű, mert rengeteg mindenre megtaníthatnánk a fiataljainkat, hogyha a valósággal néznénk szembe. És Ugye az a közösség, aki hazudik önmagának egy ilyen esetben, az nem tanul meg semmit, holott erre éppen a halála nyit egy fantasztikus érzelmi kaput. Mindenki kinyílik, rányílik erre a dologra. Utána elkezdenek suskusolni, beszélni, talán a hivatalos narratíva pedig valami más mond, és a kettő elválik egymástól, és szépen-szépen elmegy a hazug sűjjesztőben minden, amit tanulhatnunk volna ebből. Erre kellettek a közösségi vezetők, akik... Nem engedték, hogy elsikadjon. Akik nagyon-nagyon keményen csinálták azt, hogy ne legyen az igazság, ugye a szőnyeg alá söpörve ezeket ma nem látjuk sehol. Erre kellene, pontosan erre kellene az ő barátai, az ismerősei, az üzletfelei, akik fel tudnák ezt hozni, hogy, hogy az igazság, ha napvilágra kerül, akkor értelmet adjunk ennek, lássuk, hogy mit lehet ebből megtanulni, utólag adjunk egy pici-pici-pici értelmet ennek az egésznek, mert, mert már túl vagyunk rajta, és nem tudunk azon változtatni, de azon, hogy mit hozunk ki belőle, azon biztosan igen. Sőt, azt állítom, hogy egy őszinte, egy kvázi össznemzeti terápiára is lehetőséget adna. Mert a, ahogy az embernek van lelke, úgy a közösségnek is van közös lelke, amit, ami, ami, amit ha elviszel pszichológushoz egy saját lelkedet, akkor a közösség lelkét is trianon feldolgozása, millió más sportesemények, bukások, nyeréseknek, ugye nyereségeknek a feldolgozása ugyanebbe a kategóriába tartozik, de azért az, hogy élt valaki, aki sok embernek a bálványa példakével volt, sokan viszont ritka mód gyűlölték, azt mégiscsak valamit tanulni kéne belőle. A tragikus halála volt, ugye nagyon sok kérdőjelet hagy maga után, nem sorolom, most mindenki tudja már, hogy volt ott magas vérnyomás, volt szteroid, volt kábítószer, a már második megromlott házasság, a gyerekek, a rengeteg stressz, az anyagi hullámzás problémák, amikről még mindig sok mindenki beszélnek az emberek, rengeteg dolog volt ebben a puttonyban, és ez gúrcső alá kell most vennünk. Talán amit leginkább érdemes elemezni, az a celeb hatás. Éppen a gyermekeink érdekében, mert ők voltak, akik irigyelték a celeb létet. És szeretnénk egy kicsit, ha a mélyére tudnánk menni, hogy vajon mi lehet. És valószínűleg mindenkinek tudnia kell, amit sejtenek, de besöprik a szőnyeg alá, hogy ennek a létnek két oldala volt. Vannak a celebrétnek hozadékai, amit mindenki irigyel, de vannak költségei is. És minden, amit én most mondok, ugye én nem voltam vele olyan közeli kapcsolatban, hogy ezt tudjam. De amit sejtenek az emberek, amit mormognak az emberek, azt azért föl kell hozni, és én a barátai fele mennék, hogy vajon az ismerősei fele mennék, hogy vajon nem tennének-e jobbat azzal, hogyha olyan válaszokat adnánk, hogy mindannyian tanulni tudunk, és a gyermekeinknek kapaszkodót tudnánk nyújtani. Mert de látsuk, hogy mi a celeb, ugye? Tehát a minden esetre tisztázni érdemes azért az ő esetében is, és nem, nem tudunk mit tenni, ugye egy híres ember halt meg. Ugye a celebség csak azt jelenti, hogy, hogy egy igazi teljesítmény nélküli embert pénzzel felépítenek annak érdekében, hogy pénzt keressenek belőle. Tehát egy mesterséges karaktert építenek, egy mesterséges karaktert tartanak a piacon, mindenféle karácsonyfaként ráakasztanak egy csomó reklámot, és beleöntenek x millió forintot, és kihoznak belőle 5x-et, vagy 10x-et. És használják, tehát ő az, egy, az egy olyan eszköz, akinek nincs is nagyon beleszólása néha abba, hogy mi történjék vele, olyan szerződései vannak. Tehát nem egy fajta, nem egy tudós, vagy nem egy sportoló, vagy nem egy olyan valaki, akinek a bizonyos teljesítménye okán van egyfajta hírneve, hanem a pénzzel megszerzett hírnév, akit valakik befektettek, azok pénzt akarnak kiszedni, és ezért ők diktálják az ő életét. Tehát nagyon érdekes, hogy ha ezt elkezdjük elemezni, hogy valaki csak eszköz másoknak a kezében, és egy pénzgyártó eszköz, hogy az vajon milyen, milyen élete lehet. Van nyilván pozitív hozadéka, és az egyik pozitív hozadék a népszerűség, a másik pozitív hozadék a pénz, hiszen ebből a pénzből neki is juttatni kell. De akkor már fölmerülnek a kérdések, hogy vajon a népszerűséggel együtt jár a népszerűtlenség is. A félország szereti, vagy lehet, hogy kevesebb vagy több, a félország meggyűlöli. Nagyon keményen. Vagy lehet, hogy kevesebb vagy több. Hogy lehet ezt elviselni? Én nagyon kemény kérdés. Áldás vagy átok az, hogy az emberek megismernek az utcán? A gyermekeink érdekében kell erről beszélni. Áldás vagy átok az, hogy sehová nem tudsz úgy elmenni, hogy ne bámuljanak, ne nézzenek, ne legyél szem előtt? Nem olyan egyért, illetve egyértelmű, inkább átok. De ugye én kérdéseket akarom ma fölvetni, mert nem én tudom őket megválaszolni, nem is szeretném, de szeretném, hogy mindannyian gondolkodnánk ezeken a dolgokon. Vajon mekkora teher egy megcsinált karakter bőrébe bújni, és uh, úgy élni odakint egy, egy, egy fajta mesterséges karakterként, és oda bent egy másfajta emberként. Hogy ez mekkora teher általában nem úgy, mint egy színész, akit erre kiképeztek, és esténként két órára bújik bele, hanem hihetetlen sok időt kell ebben tölteni, és akár kilépsz az utcán, ugye ami a nem fordul elő, hogy mindig Hamletként jön meg az utcán, azért Belki Krisztiánnak mindig a megcsinált Belki Krisztiánként menni az utcán, kellett menni az utcán. Tehát őszintén azért mondom, hogy gondolkodjanak el a fiataloknak, is mesélem ezt a videót, hogy lássuk azt, hogy hogy vajon mekkora teher például az, hogyha kifárad ez a karakter, amit felépítettek, és egy másik mesterséges karaktert kell felépíteni, mert a befektetőid, döntenek arról, hogy belőled mit faragnak, és neked nagyon kevés beleszólásod van ebben. Vagy, vagy, mekkora teher az, hogy te egy élő reklámoszlop vagy. Ezek az emberek olyan reklámoszlopok, ami mindenfélét ráragasztanak, mindenféle terméket, szolgáltatás, egyebeket kell nekik reklámozni, amit valaki vagy ő maga megpróbál eladni, és ebben mind-mind bele kell állni azért, hogy a pénz összeálljon, a befektetés megtérüljön, sőt, az x millió megszorzódjon, ötszörösére, tízszeresére tudjon növekedni. Vajon milyen ez a közeg, ahol mindez létrejön? Kik a te munkatársaid, a úgynevezett barátaid? Milyen bulikba kell járnod ott? Milyen szokások vannak? Vajon milyen időbeosztást mutatnak azok az emberek, akikkel te ezt közösen csinálod? Vajon milyen az ő családi mintájuk? Vajon mit mutatnak az ő férjükkel, feleségükkel szembe, a gyermekeikkel szembe? vajon elkerülhetőek-e a drogok ebben a közegben, illetve biztosan elkerülhetőek, de hogy a közeg maga át van -e itatva. Tehát eleve azt mondják, hogy, hogy ugye ember barátjáról, madarat tolláról, stb., hogy te belekerülsz egy ilyen pályva közé keveredsz, megesznek a disznók. Tehát vajon az a közeg, milyen? Amiben ezt az egészet művelni kell, és oda kell menned, oda kell járnod, mert része a te missziódnak, része nem missziódnak, része a te karakterednek, hogy ezt csináld. Vajon mennyire érdekli azt a közeget? Ugye? Mert itt az a közeg egyrészt abból él, hogy lefotózkodik vele, mert ha már megvan a csinálva, akkor ő, őre is vetüljön valami fény, másrészt meg abból él, hogy pénzt keres belőle, és hogy érdekli, hogy mi van veled. Vajon annak a közegnek van-e felelőssége? hogy idáig jutott valami. Vajon annak a közegnek van-e abban felelőssége, hogy megtartson egy olyan embert, aki nagyon fontos része annak, hogy mindenki a pénzéhez jusson, vagy mind senkit sem érdekelt, egy eszköz, miért nem vigyázott magáról? Viszont mindenki egyedül van, ameddig fotózkodni kell, addig nem, de egyébként meg azért kérdezem, hogy a gyerekeink lássák, hogy milyen élet lehet ez, ezek mind kérdések, de hogy belülről azért sejtegetjük a választ, ugye? Most gondoljunk bele, hogy az életrajzát tekintve eleve egy strómanként lépett föl, tehát ő egy motoros boltból lett ugye a Fradi elnöke. Vajon, még egyszer, ez kérdés, vajon nem azért, hogy olyan dolgokat írjon alá, amit más nem akart aláírni? Persze neki is jutott pénz. Vajon nem -e rosszul indult ez az egész már? Vajon ő tudta-e, hogy a eleve az egész pályája a csak a pénzért eladja magát, ugye, és olyan fajta, olyan fajta rossz indítás volt, ami utána csak rosszul folytatódott? Ez azért kérdezem, mert mindezek ma már ugye, mint a feledésbe merülnének, holott ezek lennének, amiből tanulni lehet. Tanulni lehetne mindenkinek. Ugye, tehát szegény nem is sírt annyit. Tehát én, én ahogy megismertem, ő egy útkereső ember volt, ő ritka mód vergődött és szenvedett ebben, de ezt nem akarta bevallani, nem akarta semmiképpen megmutatni. A, Nekünk több megbeszélésünk is volt, előadásaimon is volt. Tehát láttam egy kereső embert, aki végül is nem tudta bejárni a kereső útját, nem tudta bevallani se magának, hogy ő rossz úton jár. Alapvetően a saját csapdáját olyan erősre építette, amiből ő maga sem tudott kijönni, és erről a teljes környezete, a teljes környezete, folyamatosan ugye gondoskodott, hogy ő semmiképpen ne kerüljön ki ebből a csapdából, mert ebből keresték a pénzt. Azért mondom fiatalok, hogy lehet ezt az ördöggel cimborálni, nagyon-nagyon-nagyon kemény árat kell érte fizetni, nem biztos, hogy megéri. Tehát a másik serpenyőben mi minden van. Embertelen terhet cipelt, és embertelen feletti erőfeszítést tett, hogy a megoldásért a partra tudjon úszni, de újra meg újra visszasodorta az ára nyílt, nyílt vízre. És ő meg azt hitte, hogy ő nyílt vízi cápa közben, meg ő egy ugyanolyan ember volt, mint mi, akik a Földön érzik jól magukat kint a parton. Tehát az a fő kérdés a mai videómnak, hogy ki lehet-e bírni egy ilyen életet? ki lehet-e bírni egészségesen, vagy, vagy tűrhető betegségekkel egy ilyen életet, valami, azért tűrhető határon belül maradhat-e? Az a sok minden, ami miatt ugye a magas vérnyomás, a stressz, a, ugye a külsőségek építése, amiről a szteroidok szólnak, a, a, a amiről a baráti köröd és a, az egész kábítószeres ugye, háttér ugye, árulkodik, hogy vajon kibírható ez az egész, mert ez egy olyan áll élet, ugye, amit, 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 amit megépíteni is nehéz, de fenntartani meg még nehezebb. Tehát majd, hogy nem lehetetlen. Tehát azért beszélek erről, mert én csak kérdéseket tudok felvetni, és sejtettem a magam válaszait nyilván. Mindenki gondolkozzon el ezen, hogy vajon érdemes erről gondolkodni, de én azt hiszem, hogy éppen a gyermekeink szintjén lenne erre szükség a gyermekeink érdekében, mert ők példaképnek tekintették, mert olyanok szerettek volna lenni, tanulhatnánk is belőle valamit, és egy őszinte nemzeti terápia kellene erre, de jó lenne, hogyha nem kéne nekünk találgatni olyan emberek akik nem közel voltunk, hanem belemennének a barátai, és nyíltan elkezdenék fölhozni, hogy maradjon meg belőle az, hogy figyeljetek ide, ez a mai, ez egy modern kori jelenség, amiből mindannyiunknak tanulni lehetne, és meggyőződésem, hogyha föltennék a kérdést, hogy lerombolná ez a berkit utólag, lehet, lehet lerombolni őt? mint ahogy most erőszakkal próbálják még jobbra építeni, meg mindenki érzi, hogy itt valami nem stimmel, sokkal jobbra se lehet építeni, sokkal jobbra. inkább javára válna az, hogyha azt mondanák, hogy a, 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 az ő esetéből tanuljon egy egész nemzedék, ha már így esett, utólag mondom még egyszer, nyilván ott vannak azok az emberek, akik még mindig benne vannak ebbe ő ez egy nehéz szembesülés, hogy vajon mi van, de a gyermekeink érdekében ezt meg kell tenni, és itt csak az őszinte és igaz dolog az, amit az emberek igazán elhisznek hanem marad a találgatás, marad az olyan, mint amit én most itt csinálok, hogy hát valószínűleg így volt, valószínűleg úgy volt, és nem lesz belőle egy igazi tanítás, nem lesz belőle egy igazi tanulás. Pedig még egyszer mondom, minden tragédiát, amit nem tudunk visszafordítani, utólag igyekeznünk kell közösségként a javunkra fordítani. Remélem, hogy ez a videó is egy picit egy, egy ilyen aktuális dologra irányította rá a figyelmet, de talán arra is, hogy társadalomként nekünk dolgunk minden ilyennel foglalkozni. Tehát a mentor csatornának lényege az ilyenfajta gondolkodás elsajátítása, hogy hogy tanulunk mások hibáiból. bedugjuk el a fejünket a homokba? Mit hoz az életünkben az igazság és az őszintesség? Vagy amikor tudjuk, hogy valami hazugság van, akkor elnézzük -e ezt a dolgot, mert ebben az esetben éppen ez a pici hazudozás, pici átfestés fogja őt totálisan felejthetővé tenni, és el fog tűnni még az emléke is, amit egyébként megerősíthetne az igazság. Én ezt vallom, és köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk ma is. Aki itt érdekel a tartalom, amit itt próbálunk ugye mások hasznára létrehozni, azt arra kérem, hogy iratkozzak fel a csatornára és nyomja a kis csengő gombot. Köszönöm, hogy együtt voltunk, hajrá együtt!